Közel 200 diák küldte el alkotásait az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlatra. A Hajdúszoboszlói Művelődési Központ és a Debreceni Súli Szervisz Pedagógiai Intézet minden ősszel megrendezi a diáktárlatot, mely bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosít az alkotókedvű, tehetséges középiskolás diákok számára. A tárlatra beérkezett alkotásokat a napokban neves festőművészek zsűrizték és választották ki a legjobb képeket. A diáktárlatra érkezett képeket szemlélték a zsűri tagjai a művelődési központban. A festményeket és grafikákat neves, országos hírű művészek zsűrizték. Komisszár János, Rácz Imre és Aknai János. A Kossuth Díjas festőművész szerint az idei tárlatra érkezett alkotások között vannak egészen különleges képek. A mostani anyag a tavalyhoz képest is szűkebb, de nem sokkal, de szűkebb. És fegyelmezettebb valahogy az egész. Tehát most ezt én azért mondom, hogy hogyan, itt ugye különböző, most nem akarom sem, hogy honnét, mert annyira nem figyeltem, de különböző helyekről vannak munkák, tehát csoportok is, tehát a diákcsoportban vannak, és látszik rajtuk ez a fajta, hogy mondjam, megvilágosodás, hogy valahogy úgy olyan nagyon komolyan fogták fel ezt az egész a témát, a kiírást, magát a művészetet, magát az alkotást, és persze tetten lehet érni, ahol tematikusabb, ahol egyfajta dolgot csinálnak többen, ott is meg lehet figyelni, hogy az a sokszínűség, hogy ki hogy fogalmazott meg egy drapériát, másik egy fejet, egy csendéletet, egy elvontabb dolgot, és mégis, hiába ugyanabból az osztályból vagy iskolából valók, mégis érződik a különbség, de szakmailag meg érződik egy kiegyenlítettség. A festőművészek a legtöbb alkotásnál egyetértettek az adott kép művészi értékét illetően. A zsűri számára nem volt kérdéses, hogy idén melyik kép lesz az első helyezett. A cím nélküli festményt Aknai János portának nevezte el. A komisszár János kollégám és a Rácz Imre kollégámmal azért úgy szinte egyszerre mondhatja a képre, hogy ez a kép, amelyik maga frissességében, bár némi, voltak némi kritikáim, de a maga frissességében az egészet, az előadás mondja, a kezelés az anyagnak és a maga az egész látvány, meg arra, hogy ez fölépített ezt a képet, ez biztató nekem, tehát rám nézve, az egyik rám sem nézve is, hogy a alkotóra nézve is. Hát aztán remélem, hogy ennél majd még jobbakat fog tudni alkotni, bizonyos kritikát azt majd elfogadja. A további díjazott alkotások is igazán magával ragadóak, mint például ez a brilliánsan megrajzolt tanulmányrajz, vagy a vegyes technikával megfestett városrész, amely összedobált, illetve egymáshoz ragasztott házak egyvelege. A kép szinte egy városi élményt nyújt nézője számára. A tárlatra az előző évekhez hasonlóan nem csak Magyarországról, de a szomszédos Nagyváradról is érkeztek alkotások. Az intézménynek és a Súli Szerzőoktatási Szakértőirodának egy nagyon hosszú évekre visszamenő kapcsolat alakult ki, és a Súli Szervíz a pedagógusok részére évente szervez Hajdúszoboszlón egy konferenciát, és úgy gondoltuk, hogy ezt a kiállítási anyagot összekötnénk a konferenciával, hisz azok a szakemberek vannak itt legalábbis egy része, akik a gyerekeket oktatják. És ez a legnagyobb örömünkre, tehát ez most már 7. éve kerül megrendezésre, itt a településünkön, hát most is közel 40 település, tehát 40 intézményben pontosabban érkeztek az alkotások, közel 200 alkotó és 400. Hát nem éri el pontosan az összesítés most van, de a számításaink szerint közel 400 művel jelentek meg a fiatal alkotók, középiskolás alkotók. A zsűri szerint a diákok munkája alapján megvan az ígéret, hogy alkotóikból elismert művészek legyenek. Ehhez azonban a diákok részéről sok-sok kitartás kell, amihez természetesen lelkes pedagógusok is kellenek.